Zsana, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Gajas Igor, az MFESZ kommunikációs tanácsadója. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önt is. Szóval tömeges túlszámlázásokról szólnak a hírek, az NFH-nál is, meg itt nálunk is a panaszkönyv postaládájában. A fogyasztók sokalják a számlák összegét is, meg a számlák számát is. Tehát miért kapnak például ugyanarra az időszakra 2 vagy akár 4 számlát is? Mi történt? Nem kaphatnak ugyanarra az időszakra 2 vagy 4 számlát. Igen, hogy kapnak, láttuk. Elhiszem, hogy azt gondolják, hogy kapnak. Ugyanakkor az MFESZ-nél az elmúlt 3 nap azt bizonyította, hogy a fogyasztók, akiknek végigmentek a számláin, azok utána arra panaszkodtak, hogy hosszú órákat álltak sorba, és kiderült, hogy nincsen semmi baj a számlájukkal. Az MFESZ az utóbbi időben 3 számlát legalább kibocsájtott minden fogyasztónak. Egyet a decemberben azzal kapcsolatban, hogyha valakinek tartozása volt korábbról, egyet a legutolsó leolvasástól számítottan január 3-áig, és egyet január 4-től 12-éig. Az MFESZ-szel kapcsolatos helyzet, hogy az MFESZ-nek az engedélyét felfüggesztették, indokolta azt, hogy ezt így kellett megoldani. Azért törekedtünk így kiadni a számlákat, hogy még követhetőbb legyen. Ezek szerint minden jó szándékunk ellenére nem voltunk azért túlzottan sikeresek ebben. Hát biztos, hogy nem, de hadd állítsam itt meg egy pillanatra. Ön azt mondja, hogy nem kaphattak több számlát. Most akkor itt nem csak számlaháború van, meg számháború, hanem akkor ezek szerint nyilatkozatháború is, mégpedig az MFESZ berkein belül, mert hogy Góczi István, az MFESZ ügyvezetője korábban úgy nyilatkozott, hogy azért ment 2 számla januárra, mert az elszámolás jellege miatt meg kellett bontani a számlákat. Tehát az már 2. Ön meg éppen nekünk nyilatkozott úgy a napokban, hogy önök hibáztak. Hát most akkor kinek van igaza? Hibáztak, vagy nem hibáztak? Nem hibáztunk. De akkor miért mondta 7-én azt, hogy hibáztak? Vagy mire gondolt? Nem erre gondoltam, és nem azt mondtam, erősítettem, hogy a számlákkal bármilyen hiba van. Egy szolgáltatónál az is hiba lehet, hogyha ilyen helyzet előáll. Márpedig ilyen helyzet előállt, mert a fogyasztók nem értik a számlákat, és ugye az összes teher ezzel kapcsolatban az MFESZ-nél van, tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy ilyen helyzet előállt, és most a fogyasztóknak problémájuk van, ez az a helyzet, amiben az MFESZ most belekerült, ez nem egy szerencsés helyzet, én erre gondoltam, akkor biztos, hogy ez mindenki számára kellemetlen. Az mit jelent, térjünk még vissza Góczi István megjegyzéséhez, hogy az elszámolás miatt meg kellett bontani a számlákat? Január 4-én hozottam az energiatár egy határozatot azon a napon, hogy 13-ától felfüggeszti az MFESZ kereskedelmi engedélyét. Január 3-áig az MFESZ szerződés szerint a korábban megkötött szerződéseknek megfelelően biztosította a gázszolgáltatását. Január 4-től 13-áig olyan időszak volt, amikor már tudni lehetett azt, hogy az MFESZ 13-ától elveszti az ügyfeleit, és ezért kellett ezt megmondani, hogy világos legyen, hogy abban az időszakban teljesen egyértelműen tudjanak kimenni a számlák. Hát nem lett ez teljesen világos, mert például itt van nálunk egy levél, amiből idéznék egy részt. A médiában kérték, fizessünk időben, hogy önök lezárhassák az ügyeiket. Megtettük. A következő számlát a kijelölt szolgáltató küldte, ezt elfogadtuk, kifizettük. Jó hiszeműen reméltük, hogy minden rendben van. Aztán újabb számla jött. A számla dátuma 2011. február 21-e, a fizetési határidő március 8-a, a postaládába kézbesítésre került március 7-én, a fizetés módja sárga csekk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt feltételezik, hogy egy átlagos háztartásban azonnal rendelkezésre áll a 40.000 forint feletti összeg. Nincs. Másrészt a sárga csekkekre vonatkozó szabályozás miatt, amikor kibontottam a borítékot, már késedelemben voltam, talán jogi útra is terelték a számla ügyét. Na tegyünk egy kis rendet. Megnyugtathatunk mindenkit, hogy a számlák kézbesítése miatt nem lesz olyan problémája senkinek, hogy esetleg bármilyen ködbért vagy késedelmi kamatot kellene fizetni. De a sárga csekkekre vonatkozó törvény meg ezt mondja? Igen, a sárgacsekre vonatkozó törvény ezt mondja. Az MFESZ-nél született egy döntés, hogy ezekre a számlákra vonatkoztatva, akik késedelmesen kapták meg, azoknak az MFESZ újabb időt biztosít arra, anélkül, hogy késedelmi kamatot számolna föl, hogy ezeket a számlákat befizessék. De még erről tájékoztatják a fogyasztókat, mert nem tudnak róla. Természetesen, tehát ilyenkor azért korlátozottak a lehetőségek, hogy a fogyasztókat tudjuk tájékoztatni, akár az MFESZ honlapján, akár az MFESZ ügyfélszolgálatán vagy infopontján ezeket elmondják az érdeklődőknek. Jó, meghallgattuk tehát az önök álláspontját, bízom benne, hogy felvilágosítottuk a nézőket is. Zsuzsanna, önökhöz is érkeznek tömegével a panaszok, ezt meg konkrétan ő nyilatkozta a Hírtelevízió híradójának. Mit szólnak ehhez a számlázási rendszerhez? Rendben van ez így? Kialakította már az álláspontját az NFH?
Egyelőre még nem telt el annyi idő, hogy erre sor kerülhetett volna. Gyakorlatilag itt az elmúlt hét végén kezdődött úgymond a roham a hatóság felé, amikor az első számlákat készhez kapták az ügyfelek. És ami a problémának az eredete tekintettel arra, hogy most egy olyan helyzet állt elő, ami eddig Magyarországon nem volt, ez generálja azt, hogy több számlát kapnak egyidejűleg a fogyasztók, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy jogsértő állapot, sőt, ez most ebben az esetben ez a normális. És ez önmagában már egy olyan körülmény, ami sok fogyasztóban felveti azt, hogy esetlegesen nincs valami rendben. Természetesen ettől függetlenül volt olyan jellegű telefonhívás vagy panaszbejelentés, ami arról számolt be, hogy maga a számlatartalom az ő álláspontja szerint nem megfelelő. Erre természetesen telefonon keresztül a hatóság sem tud egyelőre állást foglalni, várjuk azt, hogy hivatalosan beérkezzenek az első panaszok, az első számlák, és akkor természetesen egy egész hatósági eljárás fog majd arra épülni, hogy mi vizsgáljuk ezeket ezt, a hogy, számlákat. Ez, hogy hivatalosan beérkezzenek a számlák, ez mit jelent? Tehát, hogyha telefonon tesznek panaszt önöknél a fogyasztók, az nem hivatalos? Mi a hivatalos? Ha beküldik a számlát, hogy ennek a másolatát? Igen, tehát a közigazgatási eljárás megindítása az telefonon nem lehetséges. Tehát a telefonos bejelentés ugye több egyrészt visszaélésre is adhatna okot, tehát ezt a törvény sem engedi meg. Ilyen esetben mi tájékoztatást adunk a fogyasztóknak, hogy milyen úton tudnak ők hivatalosan eljárást indítani. Ezt megtehetik e-mailben, postai úton. A postai út nyilván azért szerencsésebb, mert akkor másolatban tudják esetleg a számlákat csatolni, ami nyilván a hatósági eljárásnak lefolytatásának egy feltétele. Mit fognak vizsgálni az ENFESZ-nél, hogyha megérkeznek majd írásban is ezek a panaszok önökhöz, illetve a számlák? Én nem csak az ENFESZ kapcsán, de általánosságban az energiaszolgáltatók tekintetében a hatóságnak a számlázásra vonatkozóan van hatásköre. Tehát mi nyilván azt fogjuk vizsgálni, hogy a megfelelő árfelszámítás történt-e, illetőleg, hogy a számlák az előírásnak megfelelően kerültek-e kibocsátásra, nem került-e sor túlszámlázásra. Egyébként erre is van példa a panaszos levelek között, hogy úgy érzik az önök fogyasztói, hogy igencsak megugrott a számla az utóbbi időben, többet számláznak, mint ami elvárható lenne. Ennek mi lehet az oka? Egészen kizártnak tartom ezt is. Ezt is? Nem tud, nyilván egy számlázási rendszer nem tud tömlet számlázni annál, mint amennyit ténylegesen kiszámlázhat. Tehát, hogy ezt nem mi döntjük elő, mint ezt a gépek, számítógépek és a fogyasztás adja meg, tehát ebben nem tudunk beleszólni. Ezekről is rendre az derül ki, hogy a helyzet maga az, hogy egy ilyen vége lett ennek jelenleg, ennek a cégnek, és a gyors számlázás, a több számla az, és a számláknak a tartalma az, ami nehezen érthető a fogyasztók számára. Ugye itt elhangzott a dupla számlázás is például, az is egészen kizárt, és a túlszámlázás is teljesen kizárt. De mégiscsak a csekkek tömkelege megjön, hát mi is láttuk, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is mennek ezek a panaszok. Ennyire, tehát hogy lehet kizárni, hogy probléma történt volna? Folyamatosan jönnek a levelek. Tudok önnek egy újabbat is olvasni. Nagyon röviden azt írja például az egyik fogyasztó, az önök ügyfele, hogy kaptak két levelet az ENFESZ-től, majd kaptak már az új szolgáltatótól is, ahová ugye az önök tevékenységének felfüggesztése után kerültek, majd megint jött egy olyan összeg az ENFESZ-től, ami 3 havi számla szokott lenni, gondolom én itt a tisztelt panaszos az összegre gondol. Hát ezek tények, láttuk. Minden egyes nem kerülhet erre sor, de sor került. Minden egyes ilyen ügyet, amiben igen, valakinek a legkisebb panasza is van, akár a számára, akár a részére, az ENFESZ egyenként kivizsgál, ki kell, hogy vizsgáljon. Én arról tudok beszámolni, hogy ezek a kivizsgálások, ezek általában azt az eredményt hozták több mint 90%-ban, hogy a fogyasztók nem értik a számlát, és a számlákban minden benne van. De hadd mondjam el, hogy a dolognak az alfa és az omegája az, hogy az ENFESZ a januári számláit egy olyan adat alapján számlázta ki, amit ő megkapott a kijelölt végső menedékes szolgáltatóktól a jogszabályok szerint. Az ENFESZ nem saját maga olvastatta le ezt az adatot, hanem megkapta, kiállította a számlákat, és az esetek egy bizonyos részében kiderült, hogy ezek az adatok, ezek nem voltak megfelelőek. Tehát azok az adatok, amik önök kaptak, vagy amiket önök kaptak a kijelölt szolgáltatótól, azok nem megfelelőek? Igen. Na, de ezt hasraütésszerűen állapította meg az új szolgáltató? Nem. A jogszabály, a Magyar Energiahivatal és a 48/2010-es kormányrendelet ezt részletesen szabályozza. Azt kell, hogy mondjam minden fogyasztói panasz ellenére, hogy jelenleg minden a jogszabályoknak megfelelő módon működik. Ugyanakkor a szolgáltatók egyöntetően érzékelik, ezt nem csak mi, hanem a kijelölt végső menedékesek is, hogy az ügyfeleknek az érdeklődése nagyon nagy mértékben megnövekedett. Azt az adatot, amire az ENFESZ a januári számláit kiállította, azt ő megkapta a kijelölt végső menedékestől, akik
az elosztóktól kapták meg, mert február 4-éig az elosztóknak le kellett olvasni ennek a 301 ezer embernek az aktuális fogyasztási adatát. Szóval a jogszabállyal van itt baj? Mert akkor meg a hatóságnak lesz nem kis szerepe és feladata. Igen, itt most erre az egész helyzetre egy külön jogszabály jött létre, pontosan azért, hogy megpróbálja rendezni azt, hogy valami rendszert építeni, hogy hogyan lehet ezt az elszámolást a legkevesebb kényelmetlenséggel úgy megoldani, hogy akkor mindenki jól járjon idézőjelbe. Tekintve, hogy az a körülmény, hogy az adatoknak a szolgáltatók közötti áramlása milyen problémákat szül, ez alapvetően inkább az energiahivatalhoz tartozó probléma lehetne. A hatóságnak kifejezetten csak a számlázás kapcsán van hatásköre, mi ezekben a kérdésekben tudunk csak majd vizsgálódni. Mikorra lehet erre rend? Vagy ebben rend? Hát előre vetíteni sajnos mi sem tudjuk, attól függően, hogy mennyi panaszt érkezik. Egy hatósági eljárás első fokon akár ugye 60 nap is lehet, onnantól kezdve lehetőség van nyilván a fogyasztónak, illetőleg a cégnek is fellebbezni, egy másodfokú eljárásra, illetőleg bírósági útra is terelődhet. Gyakorlatilag ezért szoktam én azt tanácsolni első körben a fogyasztóknak, hogy még mielőtt a hatósághoz forduljanak, célszerű az ügyfélszolgálatot, a céget megkeresni, mert nagyon sok esetben, ahogy itt el is hangzott, hogy már ott sikerül rendezni a problémát. Egyetlen egy utolsó kérdésem van, ugye a Magyar Energia Hivatal január közepén függesztette fel, ugye a tartozások miatt ismerjük a történetet, az ENFESZ működését 90 napra. Hát ez most már letelt, hogy a napokban letelik. Mi lesz tovább, mikor indulnak újra? Jövő héten lesz, telik le ez a határidő, hadd ne mondjak addig semmit, ezekből az előbb elmondottakból is látszik, hogy az ENFESZ-nek nagyon komolyan rendeznie kell a saját helyzetét, nagyon komolyan be kell, hogy hajtsa a kint lévőségeit ahhoz, hogy egy olyan tisztázott pénzügyi helyzetet tudjon a háta mögött, ami alapján joggal kérheti majd az engedélyének a továbbvitelét. Tehát március 16-án nem kezdik meg a szolgáltatást. Március 16-áig nem tudjuk megkezdeni, március 16-a a határidő, és onnantól kezdve 30 napja lesz lehet arra a Magyar Energiahivatalnak, hogy az ENFESZ beadványáról döntsön, tehát hogyha az ENFESZ beadja, az Energiahivatal elfogadja, akkor is majd 30 nap múlva lesz kérdés ez a kérdés. Akkor térünk vissza majd a témára, köszönöm szépen, hogy itt voltak ma este. Köszönjük. Korábbi adásunkban Tóth Gábor élelmiszer